Hello, hello! Hello, hello, sziasztok! Hopp, itt is vagyunk. Üdvözlő leheletem, ugye? Mindenkit. Most craftolok amúgy. Na, itt le lesz craftolva egy cucc, hogy mi lesz itt. Most craftolok. Ez olyan, mint akkor most hideg volt a héten, és voltam két kesztyűm, mert hogy meleg volt, amikor elindultam. És volt egy vastag, meg egy vékony kesztyűm. Igen. És esett az eső, és akkor nagyon hideg lett, fújt a szél. És craftoltál meg egy És kesztyűt. nem volt jó Te bazd a meg, el kéne vastag menjem kesztyű, nem volt jó nekem. A fáztam benne. És összedugtam, hogy a vékony kesztyűből bedugtam a vastag kesztyűt, úgy húztam fel. És kérdi a csaj, hogy na nem kérem a... Nem kérem a rendelést, hát milyen rendelésem van. És mondom neki a rendelést, és elkezdem várni egy kicsit, craftolok. Kesztyűt craftolok, és akkor látod, hogy fogom, hogy felhúzom az egyik kesztyűt. Rá a másik kesztyű. Most nem mertél amúgy izé Minecraft-ba izé craftolni, mert ez meg izé. Ismerős a poár, ugyebár, hogy ismerős a poár. Hello, csám, mindenkinek szevasztok, jó estéket. Na, kihányok. Podcastnek az ötödik élő egyenese. Ötödik. Az élő egyenese. Nem halott, élő. Beállítottad már, vagy még baszakodsz itt sokat, hogy izé hát a nézők még így is elfognak már. Miért nézők? Szóval már repül. Hát néha nem, elrepült bázva. Én sokan nézd a csetet, na most kérem szépen. Későn jöttem, késve, de itt vagyok. Aha, szóval így állítottam. Nem tudom honnan volt, de az már nem kell. Ezt letörted? Nem, az lejött. Te. Ha innen jött lény. Te retek. Na, majd visszateszed. Majd visszateszek, jó lesz ez, sziasztok. Visszatörtem, ami nem jött. Hello. Hát az első témánkról mivel fogunk itt foglalkozni nagyban amúgy? Mit is hát beszéltünk azért? Annyi dolgot mondtam, hogy te annyi sztorit meséltem már a kutyákról, meg a macskákról itten, munkaközben. Igen, a házi kedvencekről ejtünk egy pár szót, mert hát mindenkinek van szerintem házi kedvence otthon. Vagy akinek nincs, az akar. Vagy akar. Valamiféleképpen. Annyiféle házi kedvenc, hogy az hihetetlen igazából. Hát van macska, kutya. Kígyó, pók, minden gyík. Mondjuk valaki kígyót tart, az mekkora? A kígyó? A kígyó. Valami. Én is tartok egyet a nadrágba, de az már nem ide tart. Meghalott is már. Hé. Hey. Cápa a legjobb. Cápa? Tényleg van, aki tart, nem úgy cápát, hanem krokodilt, vagy valami. Szerint Amerikában vannak azok nagyon gazdag van. Emberek, de vannak azok nagyon gazdag emberek, de sok állatot illegális tartani. Mert törvény tiltja. Tysonnak tigrise van. Van, aki tart vaddisznó. Ha akar, ha nem. Képzeld el falun. Tengerítsd be. Milyen jó, amikor kelted ott a disznó. Ha akarod, vagy... bezd meg, ha nem, tartod azt te, a disznót, bezd meg. És anyika, mikor ad meg a disznót? Azt nem ölöm meg, az öl meg engem. Tényleg, én tudok, hogy nekik izé... krokodil tart. Most de... nem, hanem így hallottam, hogy láttam hát... is. Ugye, hogyha az állam nem tiltja, vagy nem tud róla. Nem tud róla, akkor nyugodtan. Jó, akkor mondjuk... nyugodtan. A tóba azért... Nem, a tóba hát, mi édesvízi cápa? Nem, a krokodilt mondja bazd. De a krokodil? Hát az lehet. Kell neki... Cápát tóba. Édesvízi cápa, az is van, azt hiszem. De Tysonnak volt, vagy van, nem is tudom, tigrise. De csak volt. Azt hiszem van is, vagy csak volt, nem tudom. Ő tartott tigrist. Tudjátok mi a baj ezzel a pohárral? Egyébként most eltélek egy kicsit ezért. Az, hogy nekem ebbe a kéz. Itt a füle meg ebben van. És hogy lássátok, hogy miből lesz. Így kéne. Na, én épp ezért ültem ide, látjátok? Megnyúzta a tigrist. Vagy a tigris nyúzta meg őt? Na, ez itt a kérdés. Vagy egymás nyúzták. Vagy egymás nyúzták. Nem úgy, ez ilyen állatokkal. Pláne izé ilyen nagy testű kutyákkal, mert van egy csomó olyan, hogy jó, hogy izé a kutya az ember legjobb barátja, meg minden, de vannak azon nagy, debel, agresszív dögök. Jó, de... Volt olyan, hogy aki megölte az egész családot. Érted? Volt egy csomó olyanféle incidens, de ott a nem csak a... Hát nem a kutya hibás igazából, hanem a gazdája. Hát attól függ, milyen izé... Most képzeld, de akármilyen kutya legyen, hogy te láncon tartod, ütöd veled, alig adsz jó, neki nyilván. Kaját, akkor mit válsz el, mondjuk? Mit válsz így? Nem lehet vízni a kutyákban. Hát azért ezt nem lehet mondani, nem lehet vízni a kutyákban. Most azért... lehet van, akinek rossz élménye van ilyen téren, és akkor az így gondolja. Az lehet.
nem lehet bízni a kutyákban, de szerintem azért elég megbízható a gyárat. Mégiscsak az ember leghűségesebb barátja. Hát igen, ez azért... Azért más, hogyha a szomszéd kutyája, vagy a te kutyád, az biztos. És azért lehet bízni a kutyákban. Az... Nagyon, sokkal jobban lehet bízni, mint az emberekben amúgy. Hát, sajnos ilyen világot élünk, hogy tényleg ebben igaz. Hát több emberben nem igazán. Neked mi a bízni? Kedvenc állatkád, amit tartanál? Nekem, amit tartanák, az kutya. Nagy, kutya. Kicsi, hát, nem, fajtiszta, keverék. Hát, nem is tudom. Ilyen konkrétan nekem nincs ilyen, hogy milyen kutyafaj, de nem az a nagy dögöt, de nem is olyan kis picikét, tudod, amit megfogsz egy kis izé, retikulba, beleteszel a bazdmeg, azt azok, nekem viszont én attól vagyok ki, azoktól a kutyáktól. Hát nem azok, a nagy debal a dögöktől. Azoktól én sem. Mert azoktól a kicsiktől vagyok ki, az pici, mert azokat nem, mert az nem tudsz hozzányúlni. Oké, hogy most arrébb dugod, szegény kutyát, vagy arrébb pöccinted, aztán lepülk áttért, az oké, de mert önvédelem meg ilyennek. De megsimogatni, vagy egy légtérbe leél vele, hogy aludj mellette, hát én nem tudnék. Csak ok nélkül agresszívak amúgy. De amúgy mi? Most nem tudom. Jó, van, aki tényleg úgy tart házállított, hogy legyen mellette valaki, de van, aki azért tart házállított, hogy megvédj a házőző. Igen. Nem mindegy amúgy, hogy nem. Tartod. Hát nem csivavát fogsz tartani. Hát nem csivavát, az biztos. Amúgy. De volt olyan, van egy ilyen faluban ismerősöm, aki ezt a, nem is tudom már milyen malac, ilyen kínai malac, van az? Az egy kis pici-pici malac. Kórai. Kórai? Azt hiszem. A kínai? Valami ázsiai. Hát valami japán csüngőhasú, azt tudom, hogy mongol. De mongol, már nem tudom, mindenféle felsoroltunk. Vietnámi, azaz. Ja, vietnámi, tényleg. Köszi szépen, vietnámi. Ja, már minden felsoroltam az egész világban is szinte. Van, azt tartottam kis izé, de nem, várjál, úgy sétáltottam, mint egy kutyát, bazd meg. Volt egy kis izé nyakörbe, sétált. Izé, rendesen izébe tartotta lakásba, bent. Tehát nem kinti állatként, hanem... Azt mondják, hogy a bizonyos disznófajok azok okosabbak egy átlagos kutyafajtánál, vagy átlagos kutyánál. Jó, de várjál, várjál. De látod, nem csak én mondom, hogy a kicsi kutya az veszélyes. Hát, de mindig a kicsik az agresszívebbek. Alig ülök már. Egy kicsit azért. De volt olyan, hogy... Hello, shade, semmi. Hali shade. Volt olyan is, hogy... Várjál, milyen? Kecske? Kecske vagy bárány? Nem is emlékszem. Kecske egy bárány köz. Kecskét is láttam. Kecske egy bárány köz. Nem tudom, most a kecskét tartottak. Ugyanúgy. Csak az a baj, hogy ez nem volt ez a kis fajta, hanem egy idő után már felnőtt, akkor már azt már nem lehetett bent tartani. De még olyan kicsi volt. A rendes kecske volt, nem? Aha. De bent tartották azt is izé. Láttam ilyen TikTok videókat, hogy valaki kecskét tart bent a lakásban, és amikor éjjel három, de mindig éjjel három, akkor elkezd vagy csak kecske, tudod. Igen. Hogy kecskézni. De mindig ilyen hálomkor, és ilyen furcsa volt a kecske, furcsa nézett ki, és elkezdődik a sártán megszálltunk. De figyelj ide, ha nem eszed meg a kaját, azt már pákolta is adhatod neki. Lényegében nem. Ha mostékot eszik, mert más mit tegyen, hogyha csak adsz neki. Mondjuk a disznó elég sok mindent meg tud enni, bázd meg. De például vannak a... Valaki például azért ad disznót, aki mondjuk falun lakik, mert kiírása a... Milyen gombát már mondjad? Szóval azt a szarvasgombát. Szarvasgomba azt hiszem. Ja, hogy így az a drága gomba, ami a föld alatt van. Ja, hogy azzal megy gombákat vadászni. Megy, igen, hát vadászni, hát keresni. Igen, az itt a húsevő is, ez tény és való. Az megenszi az ember hústól kezdve mindent, úgyhogy az igaz. Hát, azzal az a baj, hogyha nem kap sokáig kaját, akkor az mindegy, mi van ottan, az jó, rátámad. Jó, de például a vietnámi csüngőhasú, az nem fog megenni téged. A kutya se esz meg téged. A kutya is húsevő. Hát aki van helyeztetve, szerintem láttam. Be van zárva, húzamosabb ideig. Hát az ember is, ha be van zárva, húzamos ide is ki van helyeztetve, akkor is megesz téged. Hát mondjuk ez. Amúgy. Jó, de az elvektől függ. De most egy állatról beszélünk, ami alapul ha csak vadon nézzük. Az ösztön. Ki van éheztetve, az ember ki van éheztetve, be van zárva, ott már nincsenek elvek. Ott már csak túlélés van.
250 kg-os az már letenít egy ember. Hát igen. Még egy kisebb is. Kisebb is. Nem tudom, mennyi lehet egy átlagos vaddisznó. Egy átlagos vaddisznó simán egy három embert is letedít. Jó, de ő sima disznó, házi disznó. Jó, csak mondom, hogy most egy házi disznó is simán letedít egy ember, hogy egy vaddisznó több embert is letedít. Hát jó, de vaddisznó alapból fog több embert leteríteni, mert az alapból mozog egy feszt, azon nincs háj, érted? Csak izom. Azon. De ízom a legtöbb. Egy házi disznó most benne van. Jó, de most melyik házi disznóról beszélünk el, a ketreci? Mert most ház alatt két, aki tartja, az nem ketrece tartja, hanem szolgál össze-vissza az is. Hát jó, de akkor sincs az a nagy mozgás területe, nem... hogy ő egész hát, nap. Amit a kutyát tartasz, akkor van. Hát akkor van. Azért mondom, hogy az a házi kedvenc, a más meg a haszonállat. Hát haszonállat azért, amit te mondasz, hogy be van zárva a keresztbe és mindent megeszik, az a haszonállat, de mi a házi kedvencről volt szó, az össze-vissza szaladgál. Hát mint házi kedvenc. Hát mondjuk igen. Na most van egy kis pucsuska, itt elkezdődik rofinítani, de valami szaladgál, nem? Rofi! Most azért elképzeltem, hogy itt szaladgálna egy kis rofi. Egy kis fekete malac. Egy kis rofi. Hát fel tudom ülni a hátára, úgy tudom streamelni, hallod. Úgy menni a boltba. Szóval azok olyan soványok voltak, úgy néztek, mint egy kutya. Ja igen, volt a szomszédjának. Az egy ismerősének volt disznó. Hát az, ezért, az finom lehetett. Voltak. Hello Daniel Csabnek. Jó húsba volt akkor. Jó húsba volt? Hát bazd meg! Jött egy gyengébb szél, azt elvitte, nem? Annyi. A disznó boliba lett. Lúd. De tényleg, annyi fajta ember van, annyi, az meg annyi fajta állat tart. Hát tényleg sokféle. Hát libától kezdve bármit tarthatsz. Pókot. Mikor pókot tartanak. Kár, hogy most nincs itt Zsoltikánk, de Zsoltikánk fél itt a pókoktól. Azt éppen a kulisszák meg, most került róla ez a dolog. Hát akkor ő tartaná a pókot biztos. Ő tartaná. Jött a poharam. Az igen. Ne foglalkozz vele. Majd visszaugasszuk. Nyállal. De tényleg milyen faj gyíkokat tartanak, még nekem tengeri malacom volt. Volt tengeri malacom? Aha, volt tengeri malacom, igen. Azt még volt ilyen kis forgója, azt nem tudsz szaladni. Nem, az a hörcsög. Hát miért a tengeri malac nem tud körbe-körbe szaladni? Nincs forgója. Miért nincs? Ha veszel? Jó, de a tengeri malac alapból ekkora. Hát veszel a nagyot. Hát nézd, egy kerékabroncsot. Igen. És abba szaladgál. Úgy igen. Ja, jó, úgy volt neked tengeri malac. És ezt mondom, akváriumban mi művel tartottam? Vagyis ilyen ketrecszerűség, ilyen kis izé. Nem olyan ketrecszerűség. Vagy elengedted a szobában, hadd menjél bazdmeg. Voltunk elengedtem a szobában. Voltunk elengedtem amúgy. A szobában az ágyon szaladgáltott magának. Van egy tart patkányom? Akarja, ha nem. Ja. Van, aki fehéregedek tart amúgy. Tényleg a fehéreged az tényleg, hogy tartsák. Hogy rendesen házi kedvencnek. Igen, de nem csak a fehére. Van, amelyik izé, normális egeret. A normálisat? Jó, nem azt a izé egeret, azt a megvadultat, hanem ténylegesen egeret. Vannak olyan kis, tényleg, vannak ilyen kis egerek, ilyen kis afrikai egerek, ilyen vadon élő kis egerek, és sokan tartják amúgy, jó, nem olyan sokan, nálunk azért nem olyan elterjedt, de külföldön azért sok helyen tartották, mert amúgy fogságban így, hogy a tartod házalatként, akkor elér azt olyan 15-20 évet is, de a vadonban csak 2 évet él el. Menjön és keserj össze, elvitt ezt kell. Meg múgyának. Hát nem tudom. Hörcsög? A pali alka, de akkor... Ja, hörcsög? Az igen, az hörcsög volt. Kemény bazd meg. Képzeld, a hörcsög is, mondjuk a tengelmat is rákcsáló, csak annyi a különbség, ami hogy valaki akar tartani, hogy a hörcsög az megvadulhat. Megvadulhat, ha fáj neki valami, nem tudsz hozzányúlni, és megharap. Úgy harap meg téged, hogy rendesen egész csontig harap téged. Az igen már. De a tengelymalac nem harap meg. De most ha megharap, akkor nem sérti fel a bőrödet. Rág mindent. Hát az biztos, hogy ezt elhiszem. De mondjuk, amit itt Európában elterjedt ilyen házállatokat, akik tartanak, ez kutya, macska. Leginkább a kutya, macska, igen. Meg izé, nyúl. Hal. A nyúl is, igen. Hallam, mennyi maceda van. Igen. Hallam is volt régen. Igen. Fú, mennyi maceda van. Ja, van egy ismerősöm, azt tart is halat. Halakra vigyázni, mindig hal egészséges legyen. A pompa megfelelően nekik, a táp.
Elraktak kábelt a gépben régebben? Minek engedted a gépben? Minek, minek engedted oda bazd? Az felvilányzó lehet onnan. Biztos, biztos, hogy feláramoztunk. Elcsillant. A 420. 420. Elég a 220. Ott a volt kis sült szag. De tényleg a halak azok nem, hogy... Van kényes. Jó, én szerintem. Kényes. Amíg így szerintem hallottam az róluk. Ilyen... Halad az ilyen fancyiségből, látmányból tartóbb. Aki ténylegesen nagyon szereti a halat nézni, ízélni ottan, de... Hát sok tényleg, hogy az akváriumot takarít. De ha mondjuk gyereknek akarsz venni házát, akkor ne halat vegyél, mert úgyis te fogsz vele foglalkozni, mert maceda van vele. Uh-huh. És a gyerek sem fogja élvezni, mert nem lehet vele játszani. Na mondjuk. Mert csak aki nem akar a házát játszani, igen. Csak elfordul, aztán felmegy a víztetére. Aztán cserélhetik. De tényleg, aki nem akar háziállattal játszani, az a hal. Az a halat vegyen akkor, és akar valami élő, mozgó valamit. Vagy kapcsolva a térítőben. De már vannak olyanok, ezt azért nagyon tényleg a kínai tanáltással, meg azok tanálnak ilyen fasságokat. Tehát van olyan szőnyegszerűség, amit bedugsz szépen az áramba, és tudsz olyan csinálni, hogy mintha a víz. Íz lenne a padló, érted? És akkor úszkálnak a hala. Benne, meg ilyen izé, mozgó vízbaszok. Na, de aki akar, az mi házi előttet, vesz egy ilyen szőnyeget, érted? Aztán az egész szobában úszkál. Jó, de ez ilyen, hogy mozogjon valami a házba, az oké, de legyen kis élet, akkor már nem, érted? Tudod teljesen, hogy ez nem igazi, úgyhogy nem tetszik neki az izé. Vagy képzelj már egy 60 éves öreget ilyen hülyeséggel foglalkozni. Jó, de az mostalman, de amikorunkban mi el fogjuk mi elérni. Most képzeld, már elkezdi taposni, hallod. Vesz az unoka neki egy ilyet, és elkezdi taposni. Jaj, szigony fognak aztán szurkálni ott. Igen, hogy kés, elkezdi szurkálni. Kutya meg macska harc a legjobb. Hát mondjuk, ja. De mondjuk olyan is van, hogy kutya-macska barátság. Van, persze, együtt nőnek fel. Ha együtt nőnek fel, tényleg, hogy kiskorukban már eleje ottan. Van olyan kutya, tengermalac barátság. Hát jó, de az annyira nem érzi, nem? Hát most az olyan, hogy kutya meg a macska közt, az mindig is volt az a... Ez a mesékben volt, igazából. Hát de miért? Hát mert... Azért alátadott ezt támasztani. Hogy azért a kutyák a macska utálják. Valamilyen jó, szinten. Ez amit a kutya meg a mókus. Miért? A mókus azok is, a kutyák utálják a mókusokat, tudod. Az amit a kutya mókus. De az is... Nem tudom, szerintem onnan jött, hogy elszállt egy macska, egészségedre. Bocsánat. Bocsánat. Ez ki kellett jöjjön már. Jó kényben. És inkább, hogy a kutya, a kutyás sétáltatod, és elszállt előtte valami, azt megugatja, nem? Hát a lényegében igen. Lehet az macska is, lehet az, mókus is. Lényegében mindegy, megugatja és utána szalad. Hát jó, hogyha úgy van. Az igaz. És lehet, hogy onnan az egész. Egerészék kutyát. Hát igen, ugye... van egerésző kutyák, azok a kicsik pont azért voltak kitenyész, hogy egerészenek. Ja. És ássák egy kis gödzöket, ami ki nem szedik, addig nem már... Nem már... Kifejlesztve. Igen. Erre speciálisnak. Kutyák sok minden lehetett kifejlesztve. Voltak kutyák ezelőtt 200-200 év, amit... Jó, a katonaság is legtöbbször azt használja. Mely... Voltak kutyák, amik 250 év ezelőtt, amik vonatokat húztak. Na, basz. De jó, nem olyan nagy vonatokat, hanem a kisebbeket, amikor nem tudtak rendes vonatokkal közlekedni ottan, érted? Például, mint tudom, bányáknál, vagy valamiknél. Hát jó, húzzák a szát is, bazd meg. Akkor azok húzták, is meg vannak pakolva. De azok úgy néztek ki, és azok nem két centű és kutyák voltak, mint a társadalmi kutya. Gondoltam. Hanem az hát jó, de most is, ha úgy veszed ezt a szánhozó kutyák, szerinted most két embert elbír. Vegyük fel, hogy átlag ember legyen. Jó, vegyünk van, egy 70 kilós átlag ember. Mennyi? 6 vagy 7 kutya szokott lenni? Azt hiszem 7 kutya van, mert pályátlanak. Jó. Igen, mert van egy, vezér, nagy főnök, amelyik irányít az brigának, a boss. A boss. De azok is akkor is. Tegyük fel, most két ember legyen 140-150 kiló. Plusz a csomagok még amik vannak. Meg még a szán. Azért. Szóval, szerintem igen. Az ilyen 300 és nem olyan nagy ízú, nem után. Az a izé kutyák, azok a nagyon kigyúltak, azok hát ez a az. Sztálidozott kutyák. Hát ez az. Meg még plusz, hogy magukat is. Igen, azért sokszor, hát vadászatra is használják őket. Vadászatra, jó. Kergetni. Katonaság. Most nem azt mondom, hogy lemáltották a patkányokra. Szegényeket a nagyon sokat használták, a németeknek volt egy ilyen
egy ilyen kísérletük, hogy kutyák a bombákat szerelték. Igen, de most már lecserélték őket. És tudod, mi volt a probléma? Hát mert berobbantak. Nehezek óta. Nem, az volt a lényeg, hogy belobbanjanak amúgy, hogy az ellenség tankjaihoz, meg a közéhez. Jaj, de akkor berobbantották, akkor ugyan direkt erre volt. Direkt erre volt szegény kutyák, el voltak szerencsétlenek csinálva. És tanítva. Az volt a probléma, hogy a hangtól, a lövő hangtól, meg a robbanástól megijedtek. És mindig a gazdaikhoz szaladtak vissza. Ott robbantak fel, mert bebújtak a tankok alá, félelmükben, ott robbantak fel. Bum. Na, legalább megszivatták a gazdájukat, úgymond. Hát lényegében felfogták itt észre, hogy hát azért csak nem lenne olyan jó ötlet ez, hogy hát bazd meg. De nem tudom, mi hát annak a fejében, aki kitalálta ezt. Őszintén. Mi ez a hang? Elemek. Lehet. Nem tudom őszintén, mi járt annak a fejében. Mi az elefánt? Valaki elefántot ad hazátként. Mi? Elefántot. Jó, nem ebben az országban, hanem... Házi állat? Igen. Elefántot. Mit tudom, Indiában. Annabelle. Ez... Ennyit mat. Annabelle. Chucky. Vagy Chucky. Egyik se jó. Egyik se jó, amúgy. Elefántot. Igen. Neked mi a házi állat? Annabelle meg Chucky. Ja. Jó kis házi állatunk. Szomszédságot szoktak kergetni, helyben, hogy én jelentem. Rossz Csaki, gyere vissza! Rossz Csaki. Sokkal itt nálunk, legalábbis a városban látom, hogy elterjedt a bison, minél elterjedt, az egyik legelterjedtebb, a husky, meg a pitbull. Meg a chihuahua. Azt jó, tényleg chihuahuát is azért elég sokat látok. Ezek tényleg, ezek a tipik elterjedt kutyák. Meg a tacskó. Meg a tacskó is. De ja, tényleg a tacskó. Rengeteg tacskó van még. Akkor mindig azt mondják a tacskó, hogy vonatkutya. Nem tudom miért. Hát, mert... az. Egy kis hosszúkás érted, azt mondjuk, hogy veszi a kanyart, hogy megy itt az elejébe, bont meg, aztán még a hátulja, még akkor majd utána. Német juhász is. Igen. Semmi baj, egy szurkám, nincs világ. Német juhász is amúgy. Ja, az is. Az is. De azért azok leginkább házba szoktak, akik házba vannak, és udvar, aki van engedve, és akkor ott a német juhász. Nem jó igazán, házba, nem ízé. De nem igazán ilyen ez a szobakutyának használja. Nem mentinek. Az az érdekes, hogy az egyik legnagyobb testű kutyával az a pitbull, amit tartanak szobában is, szobakutyaként, és nem is házban, hanem tömbházban. Ami érdekes, hogy ezért nem kicsi kutya. Hát annak kell, de annak, meg annak kell. De sokan nem tudják felfogni ezt, hogy egy alapból egy olyan nagy testű kutyának kell egy nagyobb tér mozgás. Nem feltétlen. De akkor elpuhányosodik, tudod? Hát elpuhányosodik, le kell vinni. Kell hát jó, hogy le kell vinni, az egy dolog, hogy le kell vinni. De... Labdador, meg labdador, azt elfejtettem. Az is rengeteg van, az is rengetegen tartanak labdador. Milyen kutyát tartanál? A Golden Retriever-t. Vagy milyen állatot tartanál? Én kutyát tartanék, meg tengermalacot. Vagy kutya, vagy tengermalac. Vagy mind a kettő. Hát mind a kettőt nem tartani. Nem lenne se annyi időm, se annyi energián foglalkozok mind a kettővel. Hát tengermalacot nem jó tartani egyedül. Gyerek egy társ. Vagy hogyha nem veszel neki társat, akkor mindig ott kell legyél vele, hogy foglalkozzál napnak a felébe vele minimum. Mert nagyon depressziósak. Befordul a sarokba, aztán elkezdik fogulni. Nem, mert maga az élet minősége nagyon rossz lesz, meg az egészsége is rossz lesz. Uh-huh. Nagyon befolyásolja ez, nem? Nagyon befolyásolja, igen. És nagyon hajlamosak a rákra. Igen. Nagyon hajlamosak. Elkezdenek rákosodni? Aha. Szegények. Igen. Szóval... tudtam ilyet. Szóval ez jó letisztázni, mert valaki tényleg az... Na, szóval a tengermalacot szeretnél tartani, akkor legyél tisztában ezekkel. Kell tudjuk játszani. Oda lehet adni a gyereknek, és itt egy gyerek is nyugodt. Kutya olyan, mint egy gyerek, mindig kell foglalkozni vele. Hát jó, ez az nyilván. Hát... De azért igaz, egy részben igaz, mert... Igaz. Mert az is egy érző lény lényegében, mi vagy a kutya. És a kutya is akarja, hogy foglalkozzál vele. Például nézd meg, ha veszed meg egy Golden Retriever-t, azok úgy arra lettek kifejlesztve amúgy, kitenyésztve, hogy... Fejlesztve. Azért lettek kitenyésztve, hogyha lelősz egy valamit, és akkor idehozzák, és akkor ez, nekik ez belük van rögződve, hogy
nézd meg, hogy minél ellopsz valamit egy Golden Retrievernek, az, az megfogja és visszahoz. Igazából. Macska olyan, mint egy barát. Akkor jön, amikor akar. Igen, hogyha hozzá, Én nem vagyok macska párti. Rohadtul utálom szegény kis makarcsot. Én szeretem őket. Jó. Én, nekem ez csak az én véleményem. Én készülem. De az jó a macskával például, hogy akinek nincs ideje kutyával foglalkozni, játszani vele, szeretgetni össze-vissza egész nap. Miért akkor lesz egy macskával? Akkor a macskának nem kell annyi foglalkozás, ő jobban el van magának is. De akkor ugye nincs úgy el magának. Azért. Jó, el van magának, eljátszik itt valamivel. Tény. De azért többet kell vele foglalkozni, cucuigassad azért. Hát igazat adnak neked, baszd meg. Azért megvan mind a kettőnek a jó és a rossz oldala is. Jó, persze, mindenki. Mert a macskával nem lehet úgy játszom, mint egy kutyával, bitolhozik egy labdát. Bazd meg, elgurul el. Jó, meg egy labdával azért lehet. Elmentek vagy sétálni. Vagy lézerre. Ah, igen. Vagy egy kis célnával, ami el lehet vele játszani. De nem úgy játszol vele, hogy most monotonon játszol igazából a macskával. Ah. Mert hogy a célnát, hogy lebegteted el lett, vagy az labdát, tehát a gurítgatót, az egész monoton játék. Ő élvezi, mert rá van kattanva. Egyébként egy idő után meg lehet tudni. Jó, ez. Van az a cukiságfaktor. Van az a cukiságfaktor a macskának, amikor elkezd vele játszani. Tudod, ilyen nagy szemeiben is elkezd beizélni, és akkor van az a cukiságfaktor. Nem, de ugye azért elég kétszín egy állat van. Tény, azt tegyük hozzá. Nem. De. Nem, ez nem lehet azt kimondani, hogy elég kétszín egy állat. Mert hogyha ténylegesen foglalkozol vele, elteted. Lána, hogyha elteted, mert ha elteted, az a lényeg. Ha elteted, ha nem, mint te elteted, akkor nagyon hozzá fog kötődni amúgy. Akkor hát jó, de mint minden állat. Nem. Mint a kutya meg ezek. Nem feltétlen. Hörcsök. Az például nem fog hozzá kötődni azért, mert elteted. Nem. Nem. Az ilyen kis söves. Az egér se. Hát jó, most egy egér. És de a macska az jobban kötődik te hozzád mondjuk, mint akárki máshoz. Azt mondani, hogy a kutya azért eljátszik a szomszéddal is. Persze. És nem úgy, hogy megrágcsálja, megkóstolgatja, nem arra értem, hanem eljátszik a szomszéddal is. De a macska lehet, hogy összekapja a szomszédot, mert hogy a kutya is lehet, de ez attól függ, hogy foglalkozik vele, meg azért a kutya azért érzi, hogy milyen ember is vagy te. Tehát hogy állsz hozzá? Igen, hogy állsz hozzá, az fontos. Ezért látom, akkor biztos, hogy ha úgy állsz hozzá, hogy mint ezért támadnál, akkor biztos, hogy szép vagy cibálni. Mert ha félsz tőle, meg vagy félsz tőle, agresszív ja. vagy, de hogyha szépen... Akkor eljátszik. Akkor ugyanúgy. Mint egy ezer idegenként ugyanúgy eljátszol. Nem fél tőled, és akkor te sem félsz tőle, és akkor ugye el vagytok. De várjál még, amit sűrűn tartnak szerintem. Most bevágok a szabadba. Azt akarom mondani, igen. Azt akarom mondani, hogy a macskánál azért alapján mondom, hogy foglalkozol vele, és te a best friend, és a többiek azok le vannak szólva igazából. Uh-huh. Ennyit akartam még ja. hozzáfűzni. Ja, jó, azt hittem, most jeled még itt a dolgokat. Tudom, mint még szerintem sokan tartanak itt a környékben. Európában, a... Galambot. Galamb, fasz! Az lesz most nyáron. Ha akarod, hanem ugyanúgy. Ah, ne is mondd. Papagáj. Tényleg, papagájt is madarak. Azt tartanak. Nem csak papagájt, de legtöbbet papagáj. Legtöbbet vagy papagáj. Az a színes fajta madarak. Vagy vannak még majd madarak, tartanak. Színes. Általában színes madarakat. Mi menő tartani? Mi? Fast. Vagy héját. Milyen menő már? Felveszed az izét, idén kezeded el. Ja. És akkor... Ütjesz neki, azt kérem, és akkor hozza már a boltból, hogy valami. Most milyen, most képzeld, itt az LKL kilenni a sasra, és akkor itt amilyen kilenni, vadászni, hozzá neked a dolgokat. Hát azért sas, azért nem. Szerintem az kurva nagy macer. Hát meg nem egyes is meg legális. Hát de, valamelyik, biztos, hogy valamelyik van fajta, nem tudom, sólyomnak, vagy nem tudom melyiknek, amelyik fajta nem is legális a hatás. Nem szabad csak okleves, ja, te olyan... Hát van rá papír. Igen. Ennyi. Hogyha te neked van olyan képzésed, meg ilyenek, akkor... De... És a padák papagáit, nem tartanék, nagyon hangosak. Igen. Egyfele, de ottan csipognak. Nem, mert nem tudsz beszélni. Hm?
Megtanított beszélni. Az mai fajtát? Akkor egyféle pofázik. Hát nem. És képzeld el, hogy lenne neked itt egy papagájod, és akkor... És megtanítanám neki, hogy oszd meg a streamet, ezt mondnám mindig, érted? Vagy megosztottad már a streamet. Ja, most képzeld el. Bazd meg streamekbe ide tenném, mind a hátamhoz, érted? Mindig mondnám, megosztod a streamet. Igen, csak amikor már azt hallja a harmadjára, hogy mi egy ide, hogy... Hogy kurva anyád, és akkor mindig azt... Megosztod a streamet az, kurva anyád? Nem, hogy sokkal könnyebb kívánni kurva anyád, és akkor lehet mi az, hogy kurva anyád? Igen. Mondjuk lehet. Amúgy, most így mondtál, hogy eszembe jutott, hogy nem tudom, mikor olvastam, de ami trópusi erdőben, trópusi helyen van olyan madár, amely képes utánozni mindenféle hangot. Például meghal egyszer egy kocsinak a dudáját, akkor azt utánozza. Ja, ezt hallottam én. Kérdezünk, akkor sétálsz az erdőben, és akkor egyszer csak így még egy nagy mú, vagy valami mind, nem tudom, hogy tehenet, vagy nem tudom, mit utánoz. Én az erdő. És akkor így, az látod, hogy a fán ott van, lenne valami, csak muuuu, vagy meh. Vagy tényleg utána az meg, kurvanyád. És képzeld, hogy ott, hogy az erdőben tök pala az egész. Ja, hát amúgy is az erdőben sötétebb van. Igen, sötétebb van, és például trópusi, szóval ki tudja, mit támad rád. Ja. És ottan kurvanyád, és látod, hogy ottan a lepő van, és megyeget van, mi a fák, hogy kurvanyád. Tényleg. Azért... Ízen? Jó. Megosztottam szépen a porfcsidat. Megosztottam a streamet. Na, szerintem váltatunk a másik témára egyébként lassan. Amiről még akartunk itt beszélni, az emojikról. Ugye az azért mennyire belépett a köztudatba. Az emoji? Igen. Igen. Emoji. A legtöbb beszélgetés, amikor írkálsz, akkor mindig használsz valami fajta emojit. Vagy azt a, igen, akármikor, vagy azt a régi fajtát, amikor nem is emoji, hanem pont, meg... Hát jó, de mi az most érted, ez a videógoszmány, meg ezek. Nem mondjuk, igen. Ha valaki videógoszmányt küldesz, az kb. Annyi az, hogy kurvanyád. Igen. Kurvanyád, ez pont az, én amit szerintem, a modál. Szerintem nagyon sokan utálják azt, vagy csak én gondolom így. Te szereted ezt a videógoszmányt? Nem. Én hello-tom van tőle. Valaki küld neked egy olyan. Én hello-tom, én rosszul vagyok nem tőle. Nem tudom, itt a chat-en valaki. Csípj azt a fajta emotet, ez nem tényleg, ti mit gondoltak akkor, amikor kaptuk egy ilyet igazából, hogy szia, és akkor... Mert tudod, van az ilyen vigyolgos így. Már azt inkább elvisel, érted? Aztán mosolygost, amikor mosolyog, és akkor itt a piros az arca. Ja, és akkor ez úgy, az elpirulós, nem? Igen. Jó, mondjuk a fiúnak küldi, akkor... Hát az már... Hát elég, izén. De amikor barátnőnek küldött, hogy valamit... Ja. Akkor úgy simán. Inkább, mint az a... Most tényleg. Valaki csípi azt, hogy ja, a legjobbat, amit szeretek, lájk. Ja, attól készülök, amikor látom a chatten, hogy lájk... Kaptam SMS-t. Egy csomó vigyolgó. Egy csomó vigyolgó, és hogy szia. Oké, okay. Köszönöm szépen az SMS-t. Tehát ezzel elültétek, Roli, azt mondták. Hányszor küldtek el a melegedéshez? Hát legalább vagy 10-szer. Jó. De a like, az még a... Amikor például, és tudom, mi a legszebb? Amikor teszel fel egy kérdést valakinek. És küld egy like-ot. És igen, és nem azt mondja, hogy igen, nem azt mondja, hanem küld egy like-ot. És a messenger izébe... A like az igazából a halál. És a dislike az meg az élet. Mert? Mert régen a római császárok használták, amikor izé ja, volt. Tényleg, hogy így a gladiátor harcoknál. És akkor ez volt a halál. Igen. Hogy ki kell, hogy ki kell végezni. Ki kell végezze. És ez volt a az nem élet. Fordítva volt? Nem, mert ez a, hogy haljon, és ez a... Ne halljon. Nem. De, fordítom. Így volt. Én úgy tudom, fordítom. De hát, és... utána kell járni. De szerintem fordítva volt. Amikor így mutatta, akkor az azt jelenti, hogy... Nem. Szia. Ez a filmekből jött amúgy így. Hát igen? Igen. Néztél de... utána? Aha. Hát basz. De. Tényleg? Kajakra. Azért mondom, hogy legtöbb izém... Ez a izé, ez jó, a... Jó, én is filmekből indulok ki, mert mindig úgy mutatta, van, mert mindig most kézzel, izé. Ellenség, elkezdenek harcolni, és ellenséges, és akkor na... Tiszlájkolnak ezt! Az egyik meg kell haljon, mindenféleképpen, és akkor fogja a... izét a...
kardot a torkához már, és akkor azt kizélje, hogy halál. Érted? Én eddig úgy tudtam, hogy fordítva mondom. Jumpscare! Jaj! Mondanám, hogy itt a füles, köszönöm szépen. Hello! Sziasztok, hello, hello! Ali Zsolti! Kérem, de mondom, pókhang amúgy. Pókhang, tényleg. Pókhang. Zsolti megérkezett itt. Pókhang, hello! Pont lemaradtál. Lemaradtál itt a izéről, a házi kedvencekről is szót ejtettünk a pókokról, szóval. Most az emoji-t ne vagyunk. A pók emoji azért van? Azt van. Lehet küldeni, azt lehet. Ha van. De biztos. Milyen emoji van az, amit még lehet utálni? A utálni? Eddig van a dislike, most a like. A like. Na jó, dislike-ot is szeressük, de na. Azért YouTube-on ne dislike olyan már jó. Úgy látszik. Úgy látszik mindegy. Amúgy látszik, vissza lehet tenni. Van rá opció, hogy neked látszódjon. És... Mi nagyon lehet utálni, nem tudom, de nekem a most, ami nagyon... Sima vigyor, mosolygósz már, nem vigyorsz, mosolygósz, az. Az a legutálatos, meg a like. Nekem, amint kivette a biztosítékot, igazából, az a... A terhes férfi. Terhes férfi? Terhes férfi emoji. Terhes férfi, de van annál másabb, nem, van a nem, oké, van terhes nő. Én is a múltkor nézegettem, oké, van terhes nő. Ilyen, várjál, elmondd meg, múltkor nézegettem én is az emojikat, mert egy, egy emotokból állítottam ezt egy, mondjuk egy szöveget, érted? Felküldtem barátomnak. Patizsán, igen. A Patizson. És akkor ott láttam azokat, hogy volt egy nő férfi és egy gyerek. Férfi férfi és egy gyerek. Igen, ilyen is van. Mondom, mi meg a nő, fasz? Nő, meg egy meg gyerek. Meg nő, nő. Mondom, mi a fasz? Hát jó, de ez normális most. Nem, hogy normális, de... Attól milyen kinek, szempontból kinek nézed, mi? Nem? Kinek, kinek mi a normális, nem? Kinek mi a normális amúgy. Hát jó, de akkor is de először, most... de eddig nem voltak ilyenek. Én most úgy nőttél volna fel, hogy két apád, vagy két anyád van, akkor... Akkor biztos neked az lenne a normális. Akkor az lenne normális, igazából. Vagy ha van, nincs szerintem a nagy gond, amikor teljes férfi. Bazd meg, 2022-ben vagyunk. Mit játszunk a Junior filmet? Ez az új normális, sajnos. Hát igen, az új normális, nem igazam a... Igen. Az új normális. Nem, mert nincs vele gond, amikor... Jó, de régebben nem volt így ezzel, mert nem volt megengedve. Jó, mert nem volt ilyen PC dolog minden. Vagy senkire semmit mondjál, mert... Igen, mert... Ha már megsette velük, jaj! Egyből pedig meg ilyen. Igen. Bazd meg, az interneten írsz valamit és kiderítik, hogy te ki vagy, beperelnek. Elküldted a kurványába. Megírod neki, hogy nem tetszik. Érted? Ne, búzis a trikód mondjuk. Ja. És akkor te feljelentesz azért, mert mi az, hogy búzis az izé, hogy én búzit használtam meg azt, hogy nem szabad használni ezt a szót, vagy meleg, vagy nem tudom, ez diszkrimináció. Lényegében. És... Igazából, de van nincs olyan nagy gond, hogy most nézé, ez az emoji, amit mondtál, ez a asszony, asszony, gyerek. És ki mondja meg, hogy ez a férfi, férfi? Mondjuk. Na, azt majd ő eldönti. Mondjuk. Ja, igen, igen, tényleg, hogy van olyan, hogy van, ahol már nem írnak nemet a születési bizonyítványba, hogy ezért, hogy te el tudod dönteni, hogy te most férfi leszel, igen. Vagy nő. Franciaországban, vagy valami nagyon ezért, Franciában, vagy Angliában, nem tudom már hol, az van, hogy nem írják le a nemedet, nincsen nem, hanem van, hogy férfi, nő, és van egy ilyen semmi, és akkor majd te eldönt, hogy mi akarsz lenni papír szerint. Igazából. Csillámpauni, vagy pukisz. Csillámpauni, az ilyen. És csillámpauni, és pukiszöregy. Tudod, mi a probléma ezzel? Például volt olyan az olimpián, hogy ő férfi volt, és átoperáltatta magát nőnek, majd ő úgy érzi, hogy igazából ő nő, mert nőnek van szülésen, és ez átoperáltatta magát, és hogy most ő igazából nő, papír szerint. És indult az olimpián, baszki. Férfiként úgy a női számban indult az olimpián. Most nem azért, hogy most így de vannak bizonyos helyzetek, ahol a férfiak előnyt élveznek, valahol a nők élveznek előnyt. Hát ez a sport nem olyan volt, hogy a nők élveztek volna előnyt ebből. És akkor most ebből hol a korrektség igazából?
Hát, van egy ilyen poszfé, igen. És néni mondta, hogy milyen szép kislánya van, az apa meg mondta, hogy ez nem a kislánya, a fia. Jó gyerekeim, de mit eldönteni? De tényleg, jó, de most legtöbbet van az, hogy külső nem tudod már annyira meghatározni, hogy ez most fiú vagy lány, de nem Volt biztos, ilyen hogy probléma, amikor vittem ki egy kaját, és jó napot, uram, most mit mondta? Vagy és nem a mi? Nem az, hogy szevasszal köszöntem, igen. mert hogy velem egykorú csávó volt, Aha. és akkor visszaköszönt, hogy szevasz, akkor jöttem rá, hogy lány. Nem Jó, de illik. most az annyira nem durva, hogy most leszem azt a sztájlányt. Azért a light nem illik. Hát jó, hogy illik, vagy nem illik. Hát nem tudom, hogy De illik, vagy nem. fehér lettem, falfehér lettem igazából, mert oké. Igen, van tényleg sok fiús lány és lányos fiú, úgy, ahogy mondjuk. Igaz. Nem akarom Igen, bele. például van az egyik 40 vagy 40 fölötti pasi lehet, szoknyába szaladgál az utcán. Ő nem Tényleg. szaladgál, hanem szoknyába rendesen, nem Az már bevásárol, nem transzvestita, gatyába, nem? hanem szoknyába megyen. Transzi az, És látod, hogy ki van ruzsozva, rendes férfi, rövid haja van, mint neked mondjuk. én még külföldön voltam, és akkor így sokat buszoztam, érted? És nem tudom, hányszor láttam azt a... Vagyunk ott haverokkal, felszállunk szépen. Oda jön egy És nem Skót, igen Zsolt. Nem is gondolod biztos. Oda jön egy ugyanígy férfi, szakállas, érted, hosszú hajjal, de ki van rúzsozva, meg ilyen kis retikülje, ott így játszik, érted? Jó. Ugyanúgy ruhában, ment szoknyába, érted? Aha. És akkor így És kint volt így a lába, és sem volt haj is rajta, mert végig szét volt duzzadva az így. Ott már szállt a buszon. elmentél tükör előtt, mi? Ha? Elmentél tükör előtt. Na, vagyjál. Ja, de azért durva. De oké, most te buzi vagy, meg bocsánat, meleg vagy, meg ilyenek, de az a durva, amikor egy szál tangába szaladgálsz kint, mert hogy én meleg vagyok, meg ilyenek, érted? Na, ez miért? Ennek sem értelme. Na igen, hogy te most megmutassad, hogy Provokatív, igenis. direkt provokálod az ezért. Igen, és én meleg vagyok. Direkt triggerelsz mindenki, Nem. basszus, mert ez... Elvesztett fogadás, biztos. Lehet, elvesztett fogadás, és kora miatt lépett az utcára. Ja, vagy... legény búcsúja volt lehet. Jó. Olyat is láttam amúgy. Jó, ez is lehet, úgyhogy... Isten A őri, nem tudom, nem mondani, hogy végül is főutcán végig tényleg kell az vagy szaladni, nem végig az. kell sétáljon magas sarkúban. Az És igen, közben az jó. el kell adja a bugyikat. Meg a heterók mikor csinálnak parádék, hogy mi heterók vagyunk? Hát mondjuk, ja, ez a jogos kérdés. Hát Ja. tényleg most egy homár, az meg az direkt mutassa, meg az arcodba tolja, az meg Emma vagyok! nem Azt tudod? Azt Nem, mondta. nem. Nem tudod azt mondani, a Nem, videót? nem. Volt egy ilyen meleg fesztivál, és akkor kimentek forgatni, és akkor de miért jöttél ide? Emma vagyok! Egy istennő! Nem tudod? És akkor Nem, nem láttam. egy rendes faszi, látod rendesen, hogy rendesen fel van öltözve fasz, és akkor ott nézzél, hogy Emma Emma vagyok. vagyok. Ma, holnap, minden nap. Jó, mondjuk nekem, alapból nekem nincs bajom a melegekkel, csak Nem. ne tolják az arcomba. Érted? Ne A szarom, meg kézfogás ne dolgokat. legyen, meg azért 2 méter távolság legyen. Meg az csá, ennyi. Meg Covid van. Mert Covid van, nyilván azért. Meg orosz se legyen már, ne? Mint? Meg orosz ne legyen. Orosz. Igen, orosz meleg. Orosz meleg. Nem, de ténylegesen nincs Nem. olyan, Mindenki nincsen. jó van, tényleg a mai Ez videóban olyan, mint már. a házi állat. Mindenki találja meg, ami hozzáillik. Nem persze. Hát nem? Egyszer Most... azt mondja. Egyszer azt mondja a másik, hogy ez egy lány vagyok, az között a fiú. Nem az meg, miért is nem? Mai világban már úgy is át lehet operálni magad. Mindenféle Hát ott téren. magad. Az pitymádat is le tudják szedni helyéről. Megint ne kezd el megint mesélni, hogy csinálják. Benyomja. Ne kezd el megint mesélni, hogy csinálják. És Légy akkor szíves, elég szállhattam innen, hogy már most ezt tőled. tehát így kerültek ezt a dolgot, és akkor visszairányulhatunk az emoji-ra, ami a terhes férfi Terhes emoji. férfi Na, és akkor emoji. innen jött ez a terhes férfi emoji szerintem.
Hogy, hát, mert mindenből kell, hogyha van női, akkor mindenből kell egy férfi legyen. De még... bazd meg, ha neked faszod van, akkor faszod legyen, ne legyen pinád. Érted? Igen, yeah, világon élünk 9 milliárdan, ennyien. Nem tudom, valaki mondja már. Valaki számolja már meg. Számolja már meg, bazd meg. Zsolti, számolom meg, légy szíves, hányan élünk. Most már népszámlálás szóval, most, igen, most már ezért lehet tudni majd most csukára. Lehet ez egy nő fasz. Van olyan, aki... Úgy születik. Úgy születik. Hát azt értem. Van de akkor olyan... most az emoji az oké, és rendhagyó. Neki is lenne egy ilyen emoji-ja, érted? Hú, de kurva jó. Hát most van hely a telefonképernyőjén ilyen ottan. Igaz, hogy ott fog bolózódni, meg pókhálózódni, mert lófa se használja. Sok férfi csinál olyan beavatkozás, hogy terhes legyen. Na ne basz! Ne szereked! Nesze. Amikor te hordod, hát te ülsz. Te hordod ki, ez hordatik, bazd meg. Pénzen, nem az asszony. Oké. Okay. Mondom, hogy ez olyan, mint a filmben, a Junior filmben ez megvan. Mikor a Terminátoros csávó terhes lesz. Jaj, tényleg. De van ilyen, de a nőknél is van ilyen méhek kívül terhesség, amikor a has falban nő a csecsemőcsége, mert nincs mivel táplálkozni, ezért ott hal meg. Nem tud fejlődni. A férfiaknál is lehet ilyen amúgy. Nem tudom, hogy... De bazd meg, honnan teszik be neki. Mondta Zsolti is. Mondani, lesz terhes, akkor is érted. És ezt nem értem. Beteszik. De hova? Hé, hova? A hasba. A hasfalba. Beleszúrnak egy kis izényt, aztán... És ott elkezd növekedni. Elkezd csirázni. Vagy mi? Vagy lehet beültet neki egy mesterséges méhet. Figyelj, van mesterséges szív, üdő is. Akkor lehet már mesterséges méhet is csinálni. Hát de mi jó, hogy itt írták, hogy izé lehet, hogy izé... beavatkozás úgy, hogy terhes legyen egy férfi. Hát igen. Jó, van mesterséges... Sok pár él úgy, hogy a férfi vállalja a terhesség. Na nem, azt te vállalnád amúgy, hogy te lennél terhes is, ne izé. Ne a párod. Ülnél ottunk 9 hónapig, plusz 2 év. Azt megszülni. Megszülni. Fasz meg. Vállalnád? Figyelj, nem tenné tönkre. Az én testemet tenném tönkre, nem pedig a vállamért, úgymond. Szerintem a mélyeket gyűjtök. Úgy mondva, izé, hogy... Igen, a bringán nagy hasam lenne. Jó, de császára szülné. Hát persze. Csak is császára. Hát már valaki tényleg... Miből nyomnám ki? Farkadból. Császára szülsz, mert van sok nő, aki csak császára tud szülni, akkor a hasadnál lesz ez a csúnya vágás. Igen. Na, most nekem lesz a csúnya vágás, hanem pedig ezért pádom neked. Igazából. Szóval, most az én hasam az szó is nem, izé. Szóval innen jött a terhes férfi emoji. Terhes. Tehát szerintem innen jött. Hát biztos. Biztos. Megmondom, ez a polkolásig, hogy mindig, ha van nő, na, legyen fel, nem? Legyen ennek is, legyen fel, bazd meg osz, de na, úgyis már mindegy, hogy ebben a világban, bazd meg, hát itt van, megszületsz, még be sincs írva a nemed. Majd eldöntöd, bazd meg. Hát bazd meg, én akarok lenni kisvérem. De hány évesen jötted el? Nem tudom, az hány évesen lehet eldönteni. Mert 5 évesen, hogy hát... És elhagy a csaj, mert csúnya lett a hasad. Ha mondjuk annak felnál a kockázat. Igen, ami a polkorrekség, de az a probléma, hogy már túl átment az inga másik oldalára. Szóval van a szép közép egyenes út, és már átmentünk a másik ösvényre. Mert eddig, tud, az volt, eddig az volt, hogy az igazi férfi ilyen, mit tudom én, iszik, dohányzik. Hát gondolom, szerintem is 18, mikor már nagykorú vagy. Inkább igen, vagy 16 olyan. Vagy 16, mert legtöbb országban van 16. Hát tudod, ez a tipik férfiből, az a
kétkezű munkás, málborot szív, sört iszik, tudod, steaket eszik, az a, vagy húst eszik, mert az az igazi férfi, tudod. Igen. Favágó, nem? Abból átment, ki vagy ilyen, a biceps. Ilyen izébe, hogy nekem inkább binám van, meg ilyenek. És átmentünk is, ahol meg kell tartani kettő közti. De nem fogjuk ezt már megtartani, ez már nagyon elmentünk abban az irányba. Ez a pókolásig, ez engem kikészít amúgy. Például... De gondolod, én lesz egy gyerekem. De most mi ebben... Lényegében ebben nőttünk fel, meg ebben vagyunk még. Férfiként nőttél fel, férfiként, ja. Nem változtatom meg. Csak mondom, nem én fogok szülni. Majd eldöntöd. Meg ilyen. De van egy gyereked, hogy az mibe fog már felnőni? Hát... most képzeld el, amikor lett gyereked, és azt mondja neked a fiat, hogy apu, én meleg vagyok. Mit mondasz rá? Hogy azt mondanám, fiam? Igen. Hogy ő meleg? Uh-huh. Hát, valószínűleg elfogadnám. Más mit tudnál csinálni? De sokan nagyon vannak, vernéd azért? Sokan vannak azok, akik azt mondják, hogy hát de a Bibliában nincs ilyen, meg hülyeségekkel jönnek, meg ilyen az igazi férfi, meg itt tudom én, meg ilyenek. Jó, azért próbálni és... is lebeszélni erről, de hát más mit tudnál csinálni? Mit beszélsz le róla, amikor... Most nagyon vered ezért, vagy mi? De, és azt mondom neki, hogy ha elközöl innen, hogyha a fiúkat szeret, mit tudom én, vannak ilyenek, érted? De legyen az egy olyanban, hogy... Nem esne jó, már nem azért mondom. Az a gyerek még keresi önmagát igazából. A lényegében. Ezzel még amúgy lehet segíteni, mert van ugyanúgy egy ismerősöm, amelyik meleg, és megmondta a szülőnek, meg ott kaptásák be kuki, meg ilyeneket. És elmondta a szülőnek, és azok elkezdték kezelni, orvosokhoz járni, meg mit tudom én, bizbasz, lisz, fasz, hisz, fasz, hisz, mézi. És valahogy enyhítették ezt, vagy neki hormon zavara volt, érted? Aha, ez, igen, az megint más. Mert hogy ő azt érezte, hogy ő a fiúk iránt érez valamit. És ezt valahogy ki tudták kezelni. Igen. Szóval ezt valamilyen ez szinten azért, tudod igen, kezelni. De azért a génektől is függ, mert persze. Van egy nem tudom melyik gén, van a buzigén. Buzigén. Van a buzigén, amelyik például az örökölhető. És az csak, tudod, hogy örökölhető? Az csak apáról fiúra száll. Az anya nem örökli. Nem örökölteti. Csak a fiú? Csak az apából megy át a gyerekbe amúgy. Szóval, ha buzi lesz a gyereked, akkor te hibád. Ja, akkor az én basz. Akkor te hibád. Nem, de azt akartam mondani, hogy most képzeld a gyerek első önmagát, és te még azt mondod neki, hogy ez egy a kurva életben innen, hogy mit képzelsz magadról, mint hogy segíteni neki. Ez az, hogy ez... Emiatt nem tudnám így. Vagy megutálni, vagy hogy elküldeni. Érted? Olvasva a viccet. Mi? Az volt a vicc? Volt egy vicc. Olvasva szépen a viccet. Igen. Hogy a fiú mondja az apjának, hogy megvolt az első szexuális élménye. Az apja mondja, gyere fiam, ülj le egy sörre, és mesélj. Fiú. Hát, ülni még nem tudok. Hát igen. Ez az agyban dől el. Egyébként jó, persze, hogy az agyban dől el, és ha úgy van nevel a gyerek, akkor biztos is azt fogja gondolni, hogy hát igen, én a fiúkat szeretem. Vagy a lány tényen, akkor meg ő, hogy a lányokat szereti. Jó, de amikor, nézzük, az állatoknál is van ilyen amúgy, hát. Amikor ugyanazzal a kant-kannal párosul. Nem lesz, ne érted, na. De nem lesz semmi. Nem lesz semmi, igen. A delfineknél, a delfinek is gecik, mert ott van az a nyírásuk a fejükön. Igen. És azok bedugdossák a péniszüket azon a kis nyíráson. Mi? Csak úgy hülyeségben, hogy szívassák egymást. Tényleg? Aha. Ekkor egy faszok. A pingvinek között is vannak melegek, az oroszlánok között is. A pingvinek a legbuzimbak, amúgy. Azt mondd meg Nessájnak. De várjál, megy, akkor már nézzél itt izéleten. Mit? Itt már nézzél itt izéleten. Már pingvinnek. Ja. Nem pingvin, csak neki vannak pingvin. Neki vannak a pingvin. A pingvin csapat. Ja, na, látod? És mi van vele, hogyha azok? Na, nincs vele semmi probléma. Ezt nem én mondtam, hanem tény. Hát jó, azt elhiszem. Amúgy igen. Ilyen információkat nem tudtam, de azért ezért jó az a podcast, bazd meg.
De vannak sok ilyenek. Jó, de a szöcske az... Most az ahogy megeszi egyik a másikat, de ott a nő is nem eszi meg a férfi. De azért eszi meg, mert a hímnek, a férfinek, hogy mondtad, ez a szerepe igazából. Ez az élet célja. Célja. Hogy jön egy kis ízé. Egy kis szaporodás. Kis szaporodás. Leharapták a fejed, ez rámenti a gyászba. Igen, ez, ennek az, ez az élet célja amúgy, mert hogy nőstény jól lakik, táplálkozik, van, hogy előjön benne az ízé, tojás. És még nézzük a méheknél, vannak a hedék, tudod, a méheknél vannak a dolgozók, igen. Vannak a királynak, vannak a hedék. Igen. És a jó, hedék, de a pókoknál is így van. De inkább meghalnak úgy, mint egy, mi volt ez? Szöcske? Szöcske. Ez az imádkozó sáska, nem? Vagy az az imádkozó sáska inkább az, ami... Az, ami megeszi a másikat. Azt hiszem. De és inkább élnék ja, úgy, mint egy ízének, mint egy helének, egy méhének. Tudod miért? Miért? Mert hogy azok is, hogy ahogy után szaporodtak, meghalnak. Szóval a méheknek az a ízéjük, hogy amikor elélveznek, akkor feldobban a heléjük. És azt abban nem halnak meg. Szóval szépen belehalnak a szexbe. Az meg. Úrnak, hogy na nagy besz... Igen, de úgy, hogy pff, és abban hal meg. Felrobban. Felrobban a... Kipukkan. És kérdezed el. Az milyen ízé szopás, man. Lát, hogy a buzi vagy, és akkor... De akkor robban mind a kettő, nem? Szép halál, lényegében az... Végig élvesz az életét. Ja, végig élvesz az életét. Igen, szóval... Azért vannak ilyen szépségek. Na, de az képes, hogy miből indultunk ki, eléggé szépen átértünk itt tenni. Fia, van méhecske emoji. Ha van fő, izé, dolgozó emoji, méhecskében, meg királynő, meg... Tényleg? Nem tudom, de van, mert akkor... Nem tudom. Az miért nem pókodegség már? Nem tudom. Na, mint megfigyeltél régen, nem voltak, voltak az emojik, ugye? Igen. És nem voltak az, hogy több színű emoji legyen. Nem, tudom. Na most már van. Most már van. Amúgy... Most már ki tudod választani. Igen, hogy ami tök vagány. Majd te... Sötétebb bőr, igen, mondjuk, hogy én általában jobban levők barnulva, sötétebb vagyok akkor, mint mások. Majd mind, akik nem csinálnak olyan napon, érted? Akkor úgy tudod válogatni, hogy igazából... Te, mit, milyen emoji küldesz? Milyen bőrszíned van, nem? Milyen bőrszíned van? Leégtél a napon, de... bazd meg, hát aztán legyen egy kicsit a titem. Milyen? Hát mindegy, bazd meg. És akkor tovább. Téli időszakban még visszaváltod a világosabbba, hát... tudsz jó. Hófehér. Amúgy ez az, ami jó dolog, de régen belgom, az nem volt ilyen. Nem volt, azt tudom én is. Volt egy csomó emoji, voltak már, meg voltak az jó, de állatok, most... de akkor még nem voltak ezek. Jó, de most arról is akartam inkább szót ejteni, hogy mennyire beépít a köztudatba, hogy mindenki használja már bármilyen. De szinte minden mondat végén már használják. Látod, legtöbben. Legtöbbször. Igen. Vagy annyira abban beépült. Közben is. Igen, közben vagy nézd is. Meg például, sokat tesznek fel YouTube videókat, vagy TikTok videókat, akármilyen videókat, contentet, és ma a leírásban, vagy már a címben, leírásban, mert én is szoktam használni. A címben emoji. Emoji használni, persze. Úgy ez már mennyire beépült a köztudatban, vagy már tényleg egy ilyen alap dolog szinte, mint hogy már megtanultak kérni, igazából érted, ez és akkor már majd a írás mód. Ja. Ez úgy, mint régen, a hieroglifákon voltak a kis képek, meg, most is vannak most kis is van, képek, csak emojinak hívjuk igen. Őket. Igen, ez pont ez így van. Hát ezen a vigyorin kívül nem használok sem. Jó, a vigyori, igen, értem én a vigyorit, de a mosolygós, meg a lájkoszmányit, az egál azzal, hogy elküldenek a kurványádba, szerintem. Szóval... Nem, a mosolygós az elküldenek a kurványádba, a lájkos az, hogy megszalom. Leszolom. Meg hogy dögölj meg, mert nem érdekel. Ez a íz, ez a leszolom, oké, hogy tudod, például Messenger ott is van a alapból. A standard, érted? Na jó, a legtöbb ismerősöm, nekem, szerintem mindenki, én neked is, meg mindenkinek beszélek, mindegyiknek át van állítva. Hogy ne lájk legyen. Nekem ja. Ne küldözgessél lájkot, ja, bazd meg. Mi van már, amikor mi beszélgettünk? A... Csúszni, igen. A cumis üveg. Igen. A sokkal jobb. Hát jó. Hát nem, de hát az lájk. De van vécé is. Van vécé. Az a legjobb a vécé. Hát tényleg, azt is lehet. Hát tényleg, én emlékszem, hogy kiakadtak, hogy mi az a
az a fekete ízi, az ugye nem szal emoji és ide. És a végén még pálnát is tettek bele tovább, de ja, igen, pálnál. Mekkora átment a szal emoji amúgy. Ja. Pálnál most belőle. Már van? Nincs. Van. Még mindig állulhatják. Mindig jó, ott de van az már emoji. Maga az emoji megvan? Még mindig ott van az emoji. Kaka emoji? Igen. Kaki emoji megvan? Hát nem basszál már ki, tényleg? Szerintem nincsen. Nincsen kaki emoji? Nem tudom. Kitalálj meg hamarabb, az jöjjön melyik kaki emoji a cseten. Jaj, de ez a rokkant, meg a vak emoji. Ez is vagány amúgy. Vak emoji. Van, szerintem vak. Nincsen. Ilyen izében bottal megyen. Azt nem értem, hogy van férfi, van nő. Mi ez a harmadik, ami van még? Még. Mert van férfi, nő, és egy harmadik. Mindenből van egy harmadik. Hát az a férfi nő keverék. Ja, hogy az a ilyen nemtelen. Igen. Mert látod, 18 éves korodban eldöntheted, hogy te most melyik oldalra fogsz állni. Te fiú szeretnél lenni, vagy lány? Ez itt a kérdés. A mai műsorban. A kaka emoji az mi? Az mi lenne? Állat emoji vagy? Nem tudom milyen izé kategóriában kaja? Van sorolva. De szerintem nincs kaki emoji. Nincs de van. Hopp. És már küldöm is a cseten. Ó, hát itt is van a kaki emoji. Ott a kaki emoji. De meg van kaki emoji. Jó. Sok mindenféle van amúgy. Jó van. Azt hittem már eltörölték, mert tudom, hogy láttam régebben. Csak nem tudtam, hogy ezt kivették igen, vagy nem. Igen, amit eltöröltek viszont az a pisztoly emoji. Ja, volt egy rendes pisztoly emoji, de most már nincsen. Á, most már mióta háborúznak, és azt hittem, akkor eltörölték. Nem azóta, hanem tovajtól vagy idéntől már eltörölték. Mikor bejött a terhes férfi, akkor törölték el a pisztoly emojit. És azt hiszem csak fizipisztoly maradt meg. Nem van meg. Van. De ez a legjobb. Ez a traktor emoji. Traktor emoji. Ez a legjobb. Van olyan is benne. Van. Ez a legjobb. Ezzel fogok mindig elkelni. Jó van, Mátya. Hát most megnézem a pisztoly emojit, és aztán... Nem tudom. Szerintem nincs. Nem létező dolog már. Van flamingo. De van, nézd. Ez a pisztoly emoji van csak. Ez az egy lézerpisztolyhoz hasonlít, nem? Ez egy vízipisztoly, ez vízipisztoly emoji van. És... Bad az van, meg minden. Meg így. Meg így. Bumerang. Van sima pisztoly nincs. És sima pisztoly nincs. Messze neked. De ez a vakcina emoji is van, a lényeg. Ja, van olyan? Igen, van olyan. És még látik a csepp is, hogy jön belőle a vizé. Vakcinával. Spriccol. Spriccol, igen. Spriccol. Úgy, mint a mély. Élete utolsó pillanatában. Na de szerintem itt most véget ér a mai műsorunk. De mindent kiveséztünk, amit akartunk. Hát igen, lényegében nem azt a mai adásban. Azt majd megkapják máskor. Ami még fontos, hogy mondja. Áttesszük vasárnapról hétfőre. Tehát most már podcastek hétfőn fognak megtörténni, élő egyenesben, és puzzle is. Emoji is mondtam, puzzle is. Azt adok ki. Rakassuk ki. Egy csomó puzzle. Tehát most már kezdve hétfőtől fogunk megindulni a Hitvány Podcast kis hát pofa. Este órákban. Este órákban szerintem ugyanilyen. Ilyen tehát ugyanilyen fél hét körül, ilyen, ha minden okésban van. 7-8, igen. Még mert úgy terveztük azért a vasárnapot adjuk meg magunknak. Nem, hétfő meg úgyis, ha fel vagytok baszódva, mert a hétfő nap azért én is való, hogy a legszarabb nap. A hét eleje. És lehet, hogy mi rá tudunk tenni egy lapáttal, úgyhogy ha mindenkinek jól lesz így, akkor szerintem tökéletes. És a vod, amikor ki fog menni, az meg a keddi nap lesz. Tehát hétfőn lesz élő egyenesben itt Twitch-en. Miért nem megy ki vasárnap a vod? Persze, egy hetet késik, nem? Nem. Két nappal, vagy egy nappal hamarabb. Ja. Tehát élő egyenesben itt Twitch-en hétfő, fél hét körül, de Discordon lesz mindig írva, hogy mikor, de fél hét az, ami szerintem fixes lesz. Ha még be kell állítsuk, hogy mennyire lesz jó neki inkább a munkaprogramja. Iratkozzon fel, és akkor kap értesítést. És kedden lesz kint a VOD. Tehát ezt tisztázzuk meg. Igen, hát az itt van hétfőn igazából, hogy kibírjátok a hétfőn amúgy napot is. Láttatok, hogy gonosz farkas előkészített az atombombáj? Egészségére. Meglássuk, mi történik. Hát első le vagy nem. Annyi atombomba van a világon, hogy össze lehetne. Úgyhogy hányszor lehetne világot kiirtani? Már lőttek atomot az izébe is a... Lehet a Magyarországban lesz a következő podcast? Lehet. Lehet. Vagy lehet a pokolban. Ki tudja, valahol találkozunk. Vagy kettő között.
Hát kettő között, majd itt vagyok. Attól függ, hol lesz jó a net. A net kapcsolat, attól függ, hol jó. Net kapcsolatunk a legjobb. Ugye van, atyám, milyen a net kapcsolat? Á, nem az igaz. Az 5G nem megy. Á, nem megy le. Mi most ütögetjük a szalonnát így. Ja. Na jól van, bízzatok magatokra. Na, legyetek jók, köszönjük szépen a figyelmet. És majd következő élő egyenesbe találkozunk. Csá, sziasztok! Hello! Hello.